Sziasztok! Ma megnézzük, hogy mi az oka annak, hogy a Blizzard nem teszi közzé a szerverek neveit és nem csinál karakternév foglalást a Season of Discovery szerver nyitásai előtt. Erről egy hivatalos kék poszt érkezett, amelyet lefordítottam nektek, melyet Josh Greenfield tett közzé a Blizzard honlapján, amely így szól. Lehetséges, hogy megbánom, hogy ezt közzétettem, de az átláthatóság érdekében úgy gondolom, hogy érdemes elmagyarázni, miért nem publikáljuk előre a szerverek neveit, és nem foglalunk előre karakterneveket. Látom, hogy az emberek azt mondják, szükségünk van a nevekre, hogy mindent előre tervezhessünk és valóban szeretnétek ezt, de nem szükséges számatokra. Jó lenne, ha a játékvilág nevekkel rendelkezne, de veszélyes is. Minél tovább ismeritek a világok neveit, annál nagyobb az esélye annak, hogy a közösség összeáll és kikiált egy világot jónak, a többi kárára. Az egyik probléma, amellyel folyamatosan szembesülünk a játékvilág népességével való munka során, az az, hogy a játékvilág és azok azonosítása, nagyon úgymond ragadós lesz, gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve, amikor kiválasztod. Minél előbb kezded el meghatározni és tervezni valamit, annál nehezebb megváltoztatni azt. A valóság az, hogy mindent megtehetsz a közösség létrehozásához egyszerű szabályokkal. Mondhatod, hogy PvP-re megyünk, és elkezdhetsz egy saját Discordot építeni. Majd a játékvilág bejelentésének napján üzenetet küldhetsz mindenkinek, hogy X szerverre megyünk. És ennyi. Azonban, ha két héttel a játék kezdete előtt közítenénk a játékvilágok neveit, az emberek létrehoznának hozzájuk subredditeket, discordokat, stb. és akkor mindenki ezekbe a közösségekbe áramolna. Azok, akik később csatlakoznak, azt kérdeznék, melyik játékvilág a legjobb, a közösség nézni a számokat és azt válaszolná, jelenleg az Y. És ezzel azonnal univerzális igazság lenne az első pillanatban, és semmi más nem változtathatná meg ezt. A klasszik közösség szereti a tervezést. Olyan játékot játszanak, amit már ismernek, és pontosan tudni akarják, mi vár rájuk, és hogyan működik minden, és bár nekünk játékosoknak ez zavaró lehet, a valóságban a temporális kényelmet megfizetheti a hosszú távú, egészségesebb játékvilág. Sok bizonyítékunk van arra, hogy ez működik, és sok bizonyítékunk van arra, hogy a túlkorai név közzététel káros tudom hogy ezt valaki csalódással tölt el de a szerepünk egyik része az mint ezeknek a játékoknak az őreinek abban áll, hogy ilyen nehéz döntéseket hozzunk, még ha nekünk, mint játékosoknak nem is tetszik ez. Remélem ez most érthetőbb. Megértem, ha nem az. Amit akarsz, azt akarod, és semmi, amit mondok, nem fog segíteni abban, hogy kevésbé akard azt. De remélem legalább a döntés okainak ismerete segít neked, még ha nem is értesz velük egyet. Sok kockázatot vállalunk a Season of Discovery-vel, és néhány dolog igen Kemény, és a játékosok kívánságaival szemben a sorsolási szinten néha könnyelműnek tűnhet, de sok mindent megtanultunk és alkalmazzuk is őket gyakorlatban. Alig várjuk a következő hetet, és alig várjuk, hogy együtt játszunk veletek. Nos, ennyit írta a Blizzard. Egyértelmű, hogy a klasszik indulásánál is, a Season of Mastery-nál is, hogy az előre kikiáltott szervernevek több problémát is felvetettek, mert tényleg az, az egész közösség, illetve nagy streamerek bizonyos szerverekre mentek. Ez nem lesz ilyen egyszerű megoldani, így több szerver lényegében ö, több lehetőséget nyújt számunkra.